Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az Innovációs Technológia Minisztériuma közösen pályázatot hirdet az Agora Információs Központ lebonyolításával és közreműködésével. Két pályázatot hirdettek meg a múlt héten. Az első az a Hunyadi János ösztöndi részképzős tanulmányútra. Itt két kategóriában lehet pályázni részképzős, tehát rövid távú tanulmányutakra, egy-két hónap leforgása alatt, és tanulmányutak, ez maximum teljes szemeszteres részképzés. Az ösztöndíj felhasználható 2020. február 10-től 2020. június 30-áig, és a beadási határidő, a pályázatnak a beadási határideje az november 28. Fontos, hogy elektronikus úton működnek ezek a pályázatok, és a teljes pályázati kiírás is, a pályázati űrlap és a pontrendszer, ami alapján elbírálásra kerülnek ezek a pályázatok, azok mind megtalálhatóak a Génius Jótékonysági Alapítványnak a honlapján. A második pályázat, ami meghirdetésre került nem csak a Génius Jótékonysági Alapítvány honlapján, hanem az ELTE honlapján is. Ez a közkedvelt tanulmányi, szülőföldi tanulmányi támogatás. Azok pályázhatják ezt a pályázatot, akik alapképzésen, mesterképzésen és doktori képzésen vesznek részt szülőföldjükön. Fontos az, hogy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak, akik felsőoktatásban vesznek részt szülőföldjükön. Az alapképzésen az ösztöndíj összege mindig a teljes tanévre értendő, havi 20 000 forint, mesterképzésen két kategóriában lehet pályázni. Azok, akik három szemeszter alatt végzik el a mesterképzésüket, ők havi 15 000 forintot kapnak a tanév 10 hónapjára, és azok, akik négy szemeszter alatt végzik el a képzésüket, ők pedig havi 30 000 forintot nyerhetnek el. Doktori képzésen ez az összeg 50 000 forintra emelkedik. Ezek a miniszteri ösztöndíjak, annó mindenki így hívta, kapott egy elnevezést, Hunyadi János ösztöndíjként fut már második szemeszter óta.